ne csak a friss slágereket fújj, hanem magadat is. A mai performance-ba egy olyan individuum teszi tiszteletét, aki disztingváltan beszél és szubstanciákat tol. 16 éves korom óta ismerem, azóta többször is dolgoztam vele, és végigkövettem az utat, ahogy egyre több budapesti helyet rak tele. Én nem vagyok én, csak a tükörrel állok itt velem. A Metamatika lemezzel egy szélesebb közönséghez is elért, ami köszönhető Lusta Gerinek is, aki a beatekért felelt. Így születtek a progresszív alapokra a még progresszívebb szövegek. A mai részben 6-3-6-3 és a negatív. Olyanba vagyok, hogy szóltam az orvosnak, ha élni akar, hát nem miatt többen. Nem sokan tudják rólad, hogy tanárvégzettséged is van, sőt, hát így végeztél, viszont annyira nem gyakoroltad. Tervezel esetleg majd egyszer tanítani gimnáziumba? Gimnáziumban nem hiszem. Amúgy mégis tanítanék szívesen, csak hát pénzügyileg annyira nem tudnám fenntartani magam belőle. Ilyen olyan dolgokat szívesen csinálnék, amik így a tanításhoz kapcsolódnak, workshopokat, meg ilyesmiket. És neked milyen emlékeid vannak gimiből? Mármint nem amikor tanítottam, nem, hanem a saját hanem, gimis amikor, emlékeim. Amikor te voltál gimis. Én nagyon-nagyon szerettem a gimibe járni. A Teleki Blanka gimnáziumba jártam, és amúgy ott is tanítottam utána, ami így vicces volt. És akkor magyar tanítottál csak. Magyar, a médiát is. Ja, médiát is. Gyerekközpontú az oktatás eléggé, és nem annyira így hajszolták a gyerekeket, hogy teljesítmény, hanem inkább jól éreztük magunkat. Akkor, Gege, arra gondoltam, hogy felidézhetnénk ezeket a gimis időszakokat, úgyhogy most beszeretném hívni a stúdióba Soltész Andrást, a volt kémia tanárodat, a Teleki Blanka gimnázium tanárát. Nagyon jó. Hogy felidézzük ezeket az időket. Jó napot, tanár úr! Már tegeződünk, ugye? Most hello, már mióta voltunk, igen, kollégán. Abszolút. Sziasztok! Jó napot, tanár úr! Jó napot kívánok! Hát akkor történjen a felelés, nem nekem kell, úgy hallottam. De ugye ez nem kémia lesz. Hát két opció van. Ugye általában az utolsó órából illik feleltetni, és ugye ez a DNS és az RNS szerkezete volt 12 éve vagy 11 éve. Ezt is választhatod, illetve hát azt mondták, hogy mostában sokat foglalkozol a matematikával, tehát hogy... Inkább legyen a, az. B, mindegy, én az elsőt jobban szerettem volna, igen. De oké, okay, fáradj a táblához. Az első feladvány ott van a táblán. Azaz. Ezt nem tudni. Na, hát akkor matematika. Aha. Matematika. Úristen, na jó. Igen, és a feedback száma az albumon, az a dalok. Ez elég mellé, könnyű. Mellé írom, jó? Ez 12, jó. Ez 9, és ami biztos, hogy feedback, ez a számtalan, szeres, nem jutnak eszembe, rajta van a Said, a Mikey. Minden megoldás egyébként benne van, hogy rád utal. Tehát, hogyha nézd meg, hogy ezzel a számmal kijön-e valami. Ez szerintem 6, de akkor lehet, hogy nem. Ez 21, meg 6, az 27. Van egy ilyen számom, hogy 27. Nagyon jó. Így van, a ez válasz volt? Helyes. Gratulálom. Helyes, tökéletes válasz volt. Gergő, melyik fajtája az az elektromosságnak, amely a szövettel dörzsölt kaucsukon keletkezik? Statikus? Ezt abszolút eltaláltad, viszont itt valamelyik más kifejezésre van szükségünk. Segítsek még. Nitrátion töltése? Nitrátion. Negatív. Istenem, nagyon jó, nagyon szép. Szép, jó. A válasz ismét helyes. Felírjam azért. Igen, mindenképp. Jó, és akkor ugye nagyon fontos mindenki számára az egészséges lelki világhoz az önismeret. Lehet, hogy kicsit sokat foglalkozol magaddal, de hogy azért ez fontos. Szóval nyilván sejtett, hogy miről lesz szó. Az én című számról, de hányszor mondod benne, hogy én? Most elmondom, mim vagyok, mim nem nekem, basznék velem egy illemhelyen, az vagyok nekem, mint testnek a kenyér, én vagyok nekem a nagyő, én egymásnak lettem teremtve, de úgy meg az elején így mondom, hogy én. Hát igen, meg jó párszor azért akkor, benne van még. Szóval akkor az 9, meg a 3, amit összeszámoltunk, és még van egy verze.
Tehát végén is csomó én, ez annyira én. Na várjunk, akkor 10 van, és akkor van én, ez annyira én, aha. Az már 15. Igen, közeledünk. 28-szor mondom, hogy én. Majdnem, ez már nagyon közel volt. Akkor 26-szor. Kettő közel. 27-szer csinálom. Nagyon jó, egyből megvolt. Jól van, szuper. Jól van. Ez egy hármas, azt hiszem egy hármas. Ez hát én előre eldöntöttem, de igen. Jól van, gratulálok. Köszönöm. Leülhetsz. Köszönjük szépen Soltész András tanár úrnak a segítséget. Szívesen. További szép napot és jó tanítást. Köszönöm, tanár úr. Sziasztok. Köszönjük szépen. Hello. Soltész András a sávlekötőben. De ha már ennyire nosztalgiázunk, azért van még valamit számomra. Ezek van, erre emlékszel? Én már ezt nagyon-nagyon-nagyon szerettem, ezt a lemezedet. Meg is ima. Igen, ezt tetszett neked? Persze, már a borító is. Mi a különbség szerinted az akkori, meg a mostani Gege szövegek között? Akkor nagyon-nagyon így a játékról szólt minden. De most nekem. Is, nem? Nem mindig. Most már azért az van, hogy így a tartalomnak alárendelődik a játék. Szóval inkább azon meg először, hogy mit szeretnék mondani, és gyakoroltam annyit a játékot, mert annyi ideig volt fontos nekem, vagy így csak azt helyeztem előtérbe, hogy most már tudom használni úgy a játékokat, hogy inkább megvan a fejemben, hogy mit akarok mondani, így megzaboláztam igazából a nyelvet ebből a szempontból. Igen, az nekem is feltűnt, hogy nagyon-nagyon sokat gyakorolsz, vagy hogy így törekszel rá, mert emlékszem, amikor Miskolcon voltunk, akkor csatlakoztál hozzánk a turnén, akkor konkrétan ilyen beállás után csörren a telefonod ilyen ébresztésként, hogy csak írj ma legalább 1 órát. Ezt rendszeresen így motiválod magadat? Vannak ilyen időszakok, amikor azt érzem, hogy mondjuk keveset foglalkoztam vele az elmúlt időben, akkor van ilyen, volt, vagy csináltam ilyet, hogy beállítottam magamnak ébresztőt, hogy este, amikor nem tudom, általában otthon vagyok, ugye, akkor minden nap csörögjön az órám, és meg hogy minden nap amúgy is emlékeztessen rá, hogyha mondjuk aznap nem írtam volna, akkor másnap írjak. Szerintem fontos. Alapvetően is kevésbé szeretem azokat a rappeket, amikben így felcserélhetőek lennének két sorok egymással, mert igazából nincsen egy íve mondjuk a szövegnek. Igen, meg te úgy is gondolkozol a cuccaidról, hogy ne feltétlenül azonnal legyen dekódolható, hanem mondjuk azért egy második vagy harmadik hallásra is adjon valamit a track. Én így tudok szerintem a legjobban írni, vagy a legjobban beszélni. Én azokat a zenéket is hallgatom, amik ilyenek. Igyekszem olyan dolgokat írni, vagy szerintem mondjuk a matematikán már azért vannak olyan dolgok, amik mondjuk ilyen egyszerűbb játékok, mint pont mondjuk az én, vagy akár a negatívban is szerintem vannak olyan részek, amik már így elsőre ez az ég és föld, kék és zöld, meg hogy az, hogy ez itt ellentétpárokra épül, szerintem így elsőre megérthető, és így el tudja kapni az embert. Akkor itt az idő, hogy behívjuk Gerit is, és akkor megnézzük a sávokat. Én nem vagyok én, csak a tükörrel állok itt velem szembe. Én kifejezek, te meg azt mondod, soha ne fejezzem. Ez nem relativizálás, hanem revitalizálás. Eleve ne gyere vele, ez a tudás fája. Nem a fája tudás, nem a semmit sem tudás egyeteme. Én mindig tudom, hogy mit rakok ki, bár fogalmam sincs, hogy mit szedtem be. Itt állok az antikvár. Kiegészültünk Lusta Gerivel. Hello. Szia Geri, hát azért szerintem a ti találkozásotok azért hip-hop történelmi, legalábbis az én véleményem ez, hogy így nektek nagyon-nagyon kellett találkoznotok. Én is így vagyok vele, meg egyébként mellette emberileg is így érzem, sőt inkább emberileg érzem így. Aztán ugye van egy olyan hozománya, hogy tök jó dolgokat tudtunk csinálni, meg együtt dolgozni, ez meg csak pláne. Én például azt érzem, hogy te például a zenében hozod meg azt a progresszivitást, amit a Gege szövegben, és hogy ez a fúzió kurva jól találkozik, amikor együtt csináltok zenét. Szerintem eléggé hasonlóan gondolkozunk a zenéről, amúgy meg más dolgokról is hasonlóan gondolkozunk, ezért ilyen gördülékeny. Szerintem az, hogy együtt tudunk dolgozni, meg hogy szeretjük azt, amit a másik csinál. Na, és akkor nézzük meg, hogy hogyan szerettétek a Negatív című számot csinálni. Akkor itt is úgy kell elképzelni, hogy volt egy demo, amit te megcsináltál. Mi volt az első rész a dalból, ami megvolt? Ami nekem elsőre megvolt, hogy emlékszem, az alapvetően a ritmus. Tehát a dobok? A dobok voltak, meg a ritmikája. De amúgy sokszor, neked sokszor van így, nem, hogy pár
pár kusszió van meg az elején, nem? Igen, én alapvetően általában abból indulok ki, valamiért, én nem tudom, hogy a perkusszív elemek, amik nálam, tehát hogy maga a groove, ami így elindítja. És akkor arra jön minden hangszer. Így igaz. A bass az nyilván volt rajta, egyeken voltak ilyen 808-as erős basszus hangok, de utána a dallal együtt alakult. Tehát, hogy ez a ritmus volt, ami alapvetően megadta azt, hogy kiinduljon, és akkor nyilván épült rá a dob végig, és ennek a kettőnek, ahogy együtt működött, illetve valamiért ennél azt hiszem, hogy ez is úgy volt, hogy először mutattam egy demót, és akkor utána vette rá a Geri a dolgokat, de akkor már megvolt ez a cimbalom ügylet. Amire nagyon rá voltam kattam, hogy én szeretnék egy olyan beatet csinálni, amiben cimbalom van. És ezt te játszottad fel, vagy minta? Ezt én játszottam föl. Egy igazi cimbalommal. Hát igen, hát elmentem egy halászcsárdába, ott kölcsönkértem a hangszert. És, és így, a rezidens cimbalomosztól. Amúgy ez hozza meg a dalnak ezt az ilyen vibe, erős vibe-ját. Valahogy ebben szerintem van egy ilyen alvilági érzés, amitől kicsit gonosz lesz, vagy ilyen éteri hangulat. Ja. És a cimbalom mellett vannak még azért erős ilyen húzós basszusok is a trackben. Hogyha jól emlékszem, ez csak szub tartományban szól, tehát étoljétek és egy alapszínusz jel. Az ilyen morcos részek. Illetve azt nagyon szeretem csinálni az ilyen színusz hangokkal, vagy szubbasszusokkal. Én nagyon sok dub zenét hallgatok, meg hallgattam, és ott nagyon sokat játszanak azzal, hogy ezeket a szubbasszusokat a hangmagasságát tekerik. Mikor egy kicsit wow, igen. Wow, ilyen az egész. Föld alatt, ja, meg egy kicsit ilyen behúzós. Maradjon mozgásba a basszus is. Aha. Közben. Amit én még nagyon szerettem, azok a szintik, amik szerintem szintén gonosz hangulatot adnak neki, mert hogy az a demo, amit először felvett, ugye ott is az van, meg a szám címe is adja magát. Szóval negatív, hogy negatív, és nekem arról kapásból az ugye az volt, hogy akkor ezt így morcosítani kell. Meg hogy szerintem például ezek a hangok pont azzal a cimbalommal ilyen nagyon jó, az a kettő hozza össze azt, nyilván a groove-val is, ahogy pörög, de hogy így magukban tök fura hallgatni ezeket, szerintem nem is hallgattam így magukban ezeket a sávokat soha, hogy így tök fura, hogy amúgy így nem hozzák ki azt, hogy milyen a track amúgy, hanem nagyon tényleg egybe él az egész. Igen, ez az a szinti sáv, ami talán megadja azt az atmoszférát, ami... Igen, atmoszférikus az egész. Illetve itt, ami mögötte hallatszik, az pedig egy étterem zaj, ami föl lett véve telefonnal. Ja, te vetted föl? Igen. De hogy konkrétan bementél egy étterembe, és akkor... Ott voltunk közösen, és akkor ez egy háttérzaj, ami össze van gyúrva ezzel a szinti réteggel. Aha. És ezt már úgy mentél oda az étterembe, hogy na most a negatív című számba felveszek egy kis fasza étterem atmót? Nem, szoktam ilyeneket csinálni, hogy akár, nem tudom, telefonnal, hogyha éppen olyan atmoszféra van, akkor éppen kirakom, és akkor föl van véve. Az, hogy ez milyen, hogy kerül majd felhasználásra, az tök random mindig. Akkor ide éppen passzol. Ide éppen passzol. Vagy hát, hogy nem passzol, de ez lehet. Igen. És akkor ugye ezután jön egy olyan rész, amiben nagyon, nagyon oda mondja a tesó. Ugye nyit azzal, hogy... És ha már így rámondta, akkor itt azért éreztük azt, hogy a hangját is el kell azért nagyon torzítani. Az ellenkezője, ez ja, valami igen. Más. Csinálom vasból a fakarikát, és bocsi, nem fekszem le nektek, mert amúgy is utálok föl. Hát itt a végén sokkal agresszívabbá válik az egész, hogy tényleg a terepped is sokkal erősebb, meg így kicsit agresszívabb, meg ugye a dobok is például ilyen sokkal ilyen
mocskosabbak. Úgyhogy azt hiszem, az valami klasszik ilyen hip-hop minta volt. Csak itt... Tehát valami effekt rajta van, az pedig hatalmas tér van adva neki, hogy nem tudom, még jobban kinyíljon az egész, vagy még azt az agresszivitást azt alátámassza. Illetve utána itt azért leesünk. Én betörtem tiszta szívvel, azt mocskos aggyal jöttem ki. Közben meglett a vagyonom, azt még se akarok flexelni. Ja, meg bejön ez a kurva jó. Ez nagyon durva. Ez egy kedvenc részem volt a dalban egyébként. Hát ez az agymacska hangeffekt, én úgy mondom. Hát így magában, nagyon fura amúgy. De hogy közben meg, amikor megszólal a beatbe, így azt érzed, hogy anyád. Ja. Nagyon érdekes. Meg gondolod ebbe egy 10 órás verziót csak ebből a hangból. Bemutatsz itt egy kicsit, ahol bejön a refrén, az elé az a kapellába? Én jövök elő az álmában, és szavalok neked is olyan altatót bármikor, amitől felébred számodba. És bocs, de akkora arcom van, hogy a dicsőség fejébe szállok. Azért sokat csináltuk, hogy ahol vannak így a zeneileg a fontos részek, ott az a kapellával is játszunk annyit, hogy le van filterezve, vagy valahol egy kicsit több distortion van rárakva. Igen, itt dinamikában játszottunk azzal, például a refrén után van egy rész, ezt most a kapellában megtanulom. Itt ugye a refrén után kicsit leült, tehát hogy a magas frekvenciákat is kicsit visszavettük, illetve van rajta egy icipici torzítás, hogy majd amikor a verze tulajdonképpen bejön a bridge után, akkor az így nagyobb erővel tudjon visszajönni. És lehet nem egyenes az utam, de figyelek. Ja, mindig máshogy szól kicsit a vokális. Finoman van játszva végig. Mondjuk itt rap is sokkal ilyen lépekkel. Olyanban vagyok, hogy szóltam az orvosnak, ajánlni akar, hát nem miatt többet. Gondold át, hogy akarod, de ezt én tudom. És itt már szintén máshogy szól, kinyíl a vokális. És egyébként itt, hogy szabad még ezt megmutatni, akkor a zenével együtt tud ez. Ja, persze. Hogy ez jó is. És lehet nem egyenes az utam, de figyelek, amíg haladok körbe. Mondjuk van jó pár darabom törve, de tessék, itt van a darabot törve. Szigorú monoton felívelés helyett kataton görbe. Olyanba vagyok, hogy szóltam az orvosnak, hajelni akar, hát nem miatt többet. Gondold át, hogy akarod, de ezt én tudom, mondjuk, hogy csak ezt akarod. Ja. Mint egy kicsit levegőt venne, miután le van nyomva. Igen, hát meg ez dinamika, hogy kicsit lecsillapodik a cucc, és akkor utána újra be lehet hozni az erősebb vibe-okat, dinamikákat. Vannak olyan tégek, amiket mondjuk így nagyon halkan közelről vettem föl, valamit a süket szoba másik oldalából üvöltöttem kb. És akkor itt is egy olyan van, hogy pont az van így lehalkítva, és az is adja meg így ezt a terét az egésznek, ahogy így megérkezik. Itt ezt a részt, én úgy emlékszem, hogy ezt elég messziről sikerült beordibálni. Ja. De akkor messzire elért a hangod. Igen. Nekem pedig a kezem. Az adlibeket nagyon szeretem, önmagukban szerintem azok a legviccesebb dolgok. Na, akkor egyébként azért abba még hallgassunk bele. Mi volt ez? Imádom. Ezek mindig nagyon jók. Bármi. Ledobták rólam a tojgetózt! Visítál. És ezek inkább csak így a vibe-hoz tesznek hozzá, szerintem. Főleg, hogy mi nem is rakjuk nagyon előre soha az adlibeket, inkább igen. Így a háttérben vannak jó nagy térrel. Hát de hogy... faltól falig van a duma. Ja. Épp ellenkezőleg. Te is én ég és föl. Te is én kék és zöld. Épp ellenkezőleg. Így, hogy megcsináltátok ezt a lemezt, szerintem nehéz lenne ide vagy oda besorolni. Tehát, hogy akkor ez most egy új hullámos cucc, egy régi vonalas cucc, hogy ti hova helyeznétek el így a magyar zenei palettán a lemezt? Van teteje egy palettának? Szerintem ez rap zene. Ja, én így ennél maradnék, és nem... Alternatív hip-hop. Wow. Nem. Szerintem a Spotify-on így lehet megtalálni. És hogy alternatív hip-hop? Hát nálunk az van, hogy mi nagyon sokféle stílus elemet használunk, olyat is, ami nem feltétlenül hip-hophoz tartozik, vagy nem egy ilyen gyakori... Ja, nem ilyen hip-hop zsáner.
Aha, amihez igen, nyúltak. Igen, igen. Igen, mert én azt látom amúgy, hogy most így két irány van. Van azért ez a old school-osabb irány, meg ez a új hullámos trap. Rapben, mint formanyelv, azért szerintem az elég jó, hogy gyakorlatilag bármire lehet rappelni. Egyikünknek se kielégítőek azok a keretek, mármint azokon a kereteken belül működni, amik ezek a, vagy a nagyon klasszik hip-hop, vagy akkor a, csak ez a trappes hangzás, hanem hogy mindkettőnket inkább az érdekli, hogy hogyan lehet vegyíteni a dolgokat. Most már tényleg így a trapben elég gyakran van az, hogy kiszolgálják a közönséget, meg ilyenek, de hogy nálatok valahogy azt látom, hogy megtalálta a közönség a cuccot, meg a zenét. Azon gondolkodtam közben, hogy ez úgyis mindig demokratikus alapon működik, szóval hogy a közönség az vagy meghallgatja és elmegy a koncertre, vagy nem. És azért meg így számlálható is, manapság meg pláne. Köszi Geri nagyon, hogy itt voltál, meg hogy itt vagy. Köszi szépen. Köszi szépen. Én nem adom a jó flösseket, se én elveszem őket. Épp ellenkezőleg, épp ellenkezőleg, épp ellenkezőleg. Mások megveszik a sok szart, én meg csak megveszek tőle. Épp ellenkezőleg, épp ellenkezőleg, épp ellenkezőleg. Na hát elérkeztünk az utolsó etaphoz, Gege, fel is álltunk ehhez, ugyanis egy utolsó játékon van számodra, amit szerintem imádni fogsz, mert szeretsz nyerni, és szeretsz rappelni is. Igen. Úgyhogy a következő játékunk az 1 perc és rappelsz lesz, de ezt nem egyedül fogjuk csinálni, hanem elhívtam pár barátunkat is ide a stúdióba, úgyhogy... Ráérnek? A barátaink általában olyanok, hogy elkésnek. A stúdióban Kapitány Máté, Ó Babar és Realisztik Papa a házban! Óriási! Óriási tesszük! Yeah boy! Jézusom, mi minden azt... Mennyi dolog van! Szia, Samu! Csá, tesi! Jó! Most prezentálhatjuk mindenkinek. Na hát ez az 1 perc és rappelsz című játékunk, srácok. Ugye vannak beatek, amikre rappelni kell, ez lehet saját szöveg, freestyle, ami éppen ki tud jönni belőletek. Egy ember 1 perc, és mindig lesz egy nehezítés. Ugye amit láttok itt, ami itt van a zsúrkocsin, azok a nehezítések, de a kártyán rajta lezs majd, hogy mi az adott nehezítés. Na ki kezd? Balkész szabály. Balkész szabály, a játék a következő. Rajzolnod kell a rosszabbik kezeddel, és közbe kell rappelned. Jézus Úristen. És mit kell rajzolnom? Amit mi mondunk, találjunk ki valamit, mit rajzoljon a Gege. Oda, az alá, az alá mehet. Javasolnám, hogy a macesz kellene. Azt nagyon adom. Balkézzel a macesz. Macesz kell lerajzolni. Figyelj, mindjárt indul a beat. Jó. Most elmondom, mim vagyok, mimben nekem, pszt, basznék velem egy illem helyen. Az vagyok nekem, mint testnek a kenyér, én vagyok nekem a nagy ő. Én egy másnak lettem teremtve, nálam jobb nekem senki nem lehetne. Én rám rímelek általában, és köszönöm Istenem, hogy rám találtam. Leélném velem az életemet, nekem írom a dalt, nekem énekelek. Egy hetet csak rám gondolok, éjszakánként rólam álmodozok. Annyira szeretem magam, hogy ez már fét is. Magamnak csinálom a bajt, meg a pénzt is. Magamnak csinálom a bajt, meg a pénzt is. Magamnak csinálom a bajt, meg a pénzt is. Annyira szeretem magam, hogy ez már fét is. Magamnak csinálom a bajt, meg a pénzt is. Magamnak csinálom a bajt, meg a pénzt is. Magamnak csinálom a bajt, meg a pénzt is. A pénzt, a pénzt, a pénzt, a nulla. És kész. Amúgy szerintem egész jó lett. Ahhoz képest. Jobb kézzel is ilyet tudok szólni. Melyik a valódi macesz? A nézők kedvéért macesz, Gege macskája egyébként. Adom ezt a Samsung S22-es testvérem. Dokumentáljuk az eseményeket. Nagyon-nagyon jó kamerája van. És vágott hibátlan a kép. Nem a Gege hibátlan. Gege is hibátlan, meg a kép is. Ki a következő? Bevállaljam én? Megpróbálom. Jó-jó teke. Jó-jó teke a feladatom. Ennek az a lényege, hogy rám lesz ide kötve egy jojó, és le kell löknöm az üvegeket. Nyugi, van az italom, sziszen. Nem mondom, hogy ki vagyok, ismersz. Ágyból haladok a ringbe, most ugrik a majom a beatre. Fallamoll az a formák, de ha az ízlésemen tanakodnál, gyere, beteszem neked Nicki Minajstól az anakondát. Előttem a táram, minden ruhámat felpróbáltam.
Te is tudod, hogy mindenhol jó, de legjobb nálam. Na ropog a csontom, a szövegem bírom és mondom, megoldom a gondom. Előre szólok, 16 fronton pattog a popcorn, gyerünk meg sózom a basszus szól most a szomszédomból. Jéj! Pa-pa-pa-pa! Mi-mi-mi-mi! Jéj! Rendesen megfáradtam, ezt magamon hagyjam már így a végén. Szerintem igen, most érted? Nagy, nagy világ. Na, ki lesz a következő vállalkozó? Én. Jéj, Máté papa a házban. Na, azt írja nekem, hogy pingpong. Pingpong! A feladatot az Hova lesz, rakd vissza nyugodtan. Pingpong labdát kell a levegőben tartanod azzal az ütővel, miközben reppelsz. Jézus Isten. Eleget tétlen kettő. Szerencsétlen kettő. Eleget dédelgettem. Elég tételt vettem. Ez így nagyon nehéz benne. Éreztem, nincsen rendben. Mi folyik körülöttem? Ezeket nem értettem már, a hangomat felemeltem. Hol van a pénzem? Kérem a részem. Részletkérdés a részesedésem. Az esetek többségében többször maradok észrevétlen. Pedig én szépen kértem, pedig én szépen néztem, pedig én rendes vagyok. Mégsem kapom a kurva pénzem meg. Felejtetetlen. Fejemet vertem. Fejemet fogtam. Ez mentetetlen. Megrendezettem. Felemelkedtem. Megkapaszkodtam. Majd elengedtem. Túl fehér a zenénkhez. Jó! Óriás! Azért ez patika volt. Zseniális! Jó, realisztik. Mogyi papa a házban. Röplufi. Van itt három darab lufi, amit most a levegőben kell tartanod, miközben reppelsz. Mind a hármat, tesóm. Az igen. Ha két lábad van, meg egy kezed, bro. Azt mondtad, úgy intézed, kiszakadunk ezek origén részek. Nyitva a pincészet, rajtam meg csak egy vintage set. Megbondó vagyok krókituson, krónikásom a pulpituson. Nincs már levegő a parti buszon, Artisius meg Aldi kupon. Artisius meg az Aldi kuponja. Most egy kicsit csak a freebe, hogy dobjam fel a lufikat, és nem lehet, hogy már itt többet gondolkodnom a szavakon. Testvér, segíts ki engem, mert mennek a lufik fel. Lőjük az ablakon ki. Semmi szó nem jutott eszembe, baszik. Annyira próbáltam fölönni a lufikat, úgyhogy freestyle-ozásom, én elnézést kérek. Hát én rendesen megfáradtam most, geci. Arcompörgés. Na, ez viszont biztos menni fog. Ott vannak kekszek, ahogy látod. Ajaj, ott vannak. A feladatod az, hogy ezt a homlokodra helyezd, és miközben reppelsz, juttasd el a szádba. Ekkora nagy homlokkal, bro. Ajaj. Miről beszélsz, tesó? Amúgy ez, ja, ezt mintha nekem találtak volna. De elég egy darab. Ja, azt hittem az egészet tudod. Mindig, hogyha elbénázom, akkor rakj egy újat a fejem. Jó. De meg is kell lennem. Hát persze, hát ha eljut oda, de az el kell oda jusson. Áll a vízre forró olaj, ideg a vérem, de magas a forrás foka. Jó leszem, de nincs a toka, kemény a húsom, aki kortogat, törik a foga. Azt mondom, boxolunk ki meg, hogy nem mond meg, mit csinálja, alizág, de lerok. Kell a beef, rossz összebb a születtél, mert itt import a kobe. Szavakkal be a húsom, szer sorba ma, yeah. Mint a mezekolsz, nem ehetsz velünk haver tűnni, és vagy meglakolsz. Ez itt áll a kaja, mi ezt szoktál? Reality check mar, mint a Dijoni Mustard. Ha be a B-színed, vagy beléd, de csöpög a ketchup a földre, ragadozó vagyok, rámozdulnék minden hölgyre. Nem fog senki, szem ellenben. Ja, éjjel, feltettem a szövegem. Ja, próbálom itt berakni a kis pilóta kekszet a számba. Ja, nem fog sikerülni máma. Na, meg lesz. Ho! Közel volt. Szép volt. Köszönöm szépen. Zseniális volt, srácok, köszi szépen! Ez volt az egyperces rappelsz sávlekötő játék. De ki nyert? Mindenki. Ja. Mindenki nyert. Gratulálok! Magyi! Köszönöm szépen. Köszi szépen Gegének, Kapitány Máténak, Realisztiknek és Óbabarnak, hogy itt voltak és bevállalták ezt a dilis játékot, őrületeket. És ez volt a sávlekötő harmadik epizódja. Gege volt a középpontban és a negatív című szám, de tartsatok velünk a továbbiakban is, vagy hogyha még új vagy itt, akkor nézd meg a BSV-s vagy a Margaret Island-es epizódunkat. Most pedig itt hagyok egy nyomot azzal kapcsolatban, hogy ki lesz a következő vendégünk.
Jöhetnek a kommentek, hogy szerintetek ők kik, vagy kik lehetnek. A Sávlekötő jövő heti adásában ez ki fog derülni, de ha ti már nem bírjátok ki és szorongtok azon, hogy ki lesz az új vendég, akkor gyertek TikTokra, Instagramra, és ott le fogjuk nektek leplezni, úgyhogy ott Tali, jövő héten pedig itt. Sziasztok! Persze. Végre egyszer józanul találkozunk, valószínűleg ez milyen? Ez milyen? Maradna még egy kicsi. Kicsi maradna túl. Azt mondod, ez kifordít magamból. Ne csak a friss lágereket fúj, hanem magadat is.